Sziasztok! Egy Extended Body, magyarul egy kiterjesztett polifon test megkötésének folyamatát szeretném bemutatni. Ezek a testek több méretben, színben köthetőek, egészen a 18-astól a 8-as horogméretig igazítva, annak függvényében, hogy milyen rólatestét szeretnénk leutánozni. Én most egy 10-es horogméretnek megfelelő, felnőtt Stonefly test megkötését mutatom be. Ehhez két polifon szivas darabot használok, egy barnát és egy zöldet, amik körülbelül 4-5 cm hosszúak, és az egyik végétől a másikig kissé elvékonyodnak mindkét felől, így a test formája hasonló lesz az igazi rohéhoz. Ezeket a testeket egy satuba rögzített merevebb tűn alakítjuk ki. Egy 8-as méretű, fekete színű kötözőcérnát használok. Ezt a satuba rögzített tű közepén 2-3 tekeréssel rögzítjük alapkötéssel a cérnát. Ezután vesszük az egyik polifon darabot a vastag feléné középen 0,5 cm hosszúságba bevágjuk. Ezután ráhelyezzük a tű tetejére. Ahol 2-3 tekeréssel rögzítjük. Ezután szembefordítjuk vele a másik polifon szivas darabkát, és ezt is egy-két tekeréssel rögzítjük. A célna szabadon levő végét behúzzuk a bevágott polifon szivacs közé. Így ez a kötési folyamat során nem fog zavarni. Ezután következik a farokszegmensek rögzítése. Ehhez egy olívzöld színű biot szegmenseit használom, két darabot. Ezeket rögzítem a test két oldalán, egyiket az egyiken, másikot a másik oldalon. Miután ezzel meg vagyunk, hátrahúzzuk a satú irányába a két polifon darabot, majd ezek között előbb levisszük a tűszálán, ezután visszahajtjuk a polifon darabokat, majd elkezdjük kialakítani a testszegmenseket, körülbelül 5-6 darabot. Hátrahúzzuk megint a szivas darabkákat, kötözőcérnát előbb levisszük, majd
ugyanolyan távolság, mint az előzőt. Itt is a kettőt együtt rögzítjük. Vigyázzunk arra, hogy ne húzzuk erősen meg a cérnát, hogy nehogy elvágja majd a szivacsot. Egy réteggel előbbre megint itt két szivacs darabot rögzítjük ismét néhány tekeréssel. Után kialakítottuk a 4-5-6 darab szegmenset, célnát végkötéssel elkötjük, ezután a célnát levágjuk, lehúzzuk a testet a tűről, célnákat meghúzzuk, és kész is a test. Jó szórakozást az elkészítéséhez. Sziasztok!